Bonyhádi szempontból abszolút lidércnyomásosan indult a megyebajnokság nagy rangadója Bátaszéken. Már a 10. percben ugyanis emberhátrányba került a völgységi alakulat. A meghatározó középső védő Szőcs Attila kiállítást érően avatkozott játékba a 16-oson belül utolsó emberként, így 11-es rúghatott a kékmezes Bátaszék. Ezt Faller értékesítette, ezzel vezetett a hazai csapat. Nem látszott meg alapvetően egyébként a játék képén az, hogy a Bonyhád 80 percen át 10 emberrel játszott, ami mindenképpen a bonyhádiakat dicséri, akik 50 percig csak egy gólos hátrányban voltak. Aztán újabb bátaszéki, a semleges szurkolók szerint jogos büntetők megpecsételték a bonyhádi csapat sorsát. Igaz, egy szép kontrából szerzett Paprolán góllal 3-2-nél megcsillant a döntetlen reménye, ám a bátaszék ezen a meccsen egyik legjobbjának, Gábor Gergőnek a 80. percben lőtt gólja megpecsételte a vendégcsapat sorsát, 4-2 lett a végeredmény. Öröm a Köbön bátaszéken, 5 meccs, 5 győzelem, továbbra is 100%-os teljesítménnyel áll Szűcs Lázár csapata a Tolna megyei első osztályú bajnokság táblázatának élén. A győzelemhez mindhárom büntetőt be kellett lőnie a bátaszéknek, ebből 2 is bevállalt a 3 gólos Gábor Gergő, mert hogy az első számú kijelölt 11-es rúgó Faller András ekkor már nem volt a pályán. A Faller András az első számú rúgó, ő idáig szinte minden 11-esét értékesítette, és ugye nem volt ő a pályán, így én voltam kijelölve, illetve hát a Faller András, a Vituska, illetve én szoktuk eldönteni éppen, akinek jobban jön ki a lépés, ő végzi el. Hát a Faller akkor rúgta volna, hogyha a pályán van? Igen, előfordulhat. Aha. De ezt már nem tudjuk meg. De itt érdemes lett volna, mert fölvetődik, hogy váltatok, mert a kapus esetleg hát jobban olvas, mint ha nem más rúgja. Igen, a kapus jó irányba mozdult el, de szerencsére erősen rúgtam, úgyhogy nem tudta kivédeni. Gábor Gergőt, a bátaszéki csapat egyik nagy öregét már kezdték az örök kritikus szurkolók nyugdíjazni, ám az egykori góllövő csatár helyét bizony megtalálta Szűcs mester, amolyan hamis, visszavont center lett belőle a középpályán. A Vituska, illetve a Tóth Tamás, ők főleg ők játszanak centert, én mögöttük, és... Ez a hamis center. Igen, igen, velük rendkívül jó kívek játékban, de akár játszik az Aladics vagy a Faller Andris, velük is jól megtalálom az összhangot, illetve többször lépek vissza labdáért, és így talán hatékonyabban tudom segíteni a támadást. A középpályán új szint hozott a mozgékony, nagy munkabírású, Bajáról érkező fiatal focista Baladin, aki még csak 21 éves, és mint mondta, vannak még a futballban komolyabb céljai is. Nagyon szívesen játszanék följebb, ez is a cél, hogy minél följebb kerüljek, remélem sikerülni is fog. A jelenlegi edzője Szűcs Lázár látókörébe egyébként véletlenül egy edzőmeccsen került. Noha a tréner Baján él, de korábban nem ismerték egymást. Igazából még egy edzőmeccsen itt Bátaszéken, amikor Baján játszottam, akkor találkoztunk először, és így igazából spontán jött ez a bátaszéki csapat. Eddig nagyon jól érzem magam, jó a közösség, jó a csapat. Igazából Baján most egy kétszer fél szezonom volt, ugye félbe szakadt az egyik szezon, ott is ezen a poszton játszottam, hasonló eredményekkel, igaz, hogy más osztály, de hasonló. Meddig tart a bátaszék győzelmi, illetve veretlenségi sorozata? Vetődik fel a kérdés már a csapat öltözőjén kívül Tolna megyei labdarúgóverkekben. A napokban már a helyi sportkrónikáshoz, Rudolf Lászlóhoz is fordulhatnak, mennyi volt a korábbi évtizedek sikercsapatainak győzelmi, illetve veretlenségi szériája. Most, hogy így ez felvetődött, fogok vele beszélni, hogy nézzen utána, mert akkor lehet, hogy megpróbáljuk elérni ezt a rekordot. Nem lesz könnyű, a következő ellenfele ugyanis a bátaszéknek, igaz, hazai pályán, a feljövőben lévő Tamási lesz.